Mostanában szinte óránként érkeznek a hírek a vakcinákról. Engedélyt kapott, hatásos, hatástalan, biztonságos, el se készült brüsszeli, kínai, orosz vakcina, vakcina, vakcina. Mielőtt teljesen elsodorna minket a hírfolyam, álljunk meg egy percre, és nézzük meg, egyáltalán hogyan működnek ezek a szerek, amiket belénk fecskendezhetnek. Ez a Telexikon, amiben bemutatjuk a főbb típusokat, és hogy melyikből milyen gyártmány érhető el most, vagy néhány hónapon belül Magyarországon is. Mindegyik vakcinának közös a célja. Rábírni az immunrendszert, hogy már előre, biztonságos körülmények között megismerkedjen a vírussal, hogyha élesben találkoznak, felkészülten szállhasson szembe vele. Antigénnek hívjuk a kórokozóknak azt az alkatrészét, ami a megfertőzött szervezetben kiváltja az immunválaszt, azaz a vírust megtámadó antitestek termelődését, illetve a fertőzött sejteket felkutató és elpusztító T-sejtek aktiválódását. A koronavírus esetében ez az antigén a tüskefehérje, ezért a vakcinák is ezt mutatják be a szervezetnek, mint egy előzetest az egész estés film előtt. A különbség csak abban van, hogy ezt melyik vakcina hogyan teszi. Az inaktivált vagy elölt víruson alapuló vakcinába a teljes vírus belekerül, de úgy, ahogy a nevéből is sejteni lehet. Valamilyen kémiai eljárással hatástalanítják, így megbetegíteni nem tud. Arra viszont jó, hogy a szervezet megnézhesse magának, hogy is néz ki az a bizonyos tüskefehérje. Az előnye, hogy egy jó néhány évtizedes múltra visszatekintő technológia be van már járatva a gyártása. Ma is több oltásunk ilyen, például a kötelezők közül a járványos gyermekbénulás elleni, vagy a választhatók közül a magyar gyártású influenza oltás is. A hátránya is ugyanez, hogy egy jó néhány évtizedes technológia. Nehézkes a gyártása, és van már több, ennél modernebb eljárás is. Nagy mennyiségben kell szaporítani hozzá a vírust, majd megfelelően inaktiválni, hogy biztosan ártalmatlan legyen. Szükség van hozzá egy hordozóanyagra, egy úgynevezett adjuvánsra is. Ez fokozza a vakcina hatásosságát, viszont tovább bonyolítja a gyártást, és növeli a mellékhatások lehetőségét. A koronavírus elleni vakcinák közül így készül például a kínai Sinopharm oltóanyag. Szintén klasszikus megoldás, amikor a teljes vírus helyett annak csak egy darabkája, alegysége kerül a vakcinába. A koronavírus elleni alegység vakcinákba a tüskefehérjét teszik bele. De ezt nem úgy kell elképzelni, hogy szaporítják a teljes vírust, aztán levagdossák róla a szükséges részt, hanem kifejezetten csak a tüskefehérjét gyártják le laboratóriumi körülmények között. Magyarországon az amerikai Novavax alegység vakcinája válhat a közeljövőben elérhetővé. Ők például molylepkék sejtjeiben tenyésztik ki a vakcinába kerülő fehérjéket. Ennek a típusnak is az a hátránya a modernebb vakcinákkal szemben, hogy hozzá kell adni a hatást fokozó adjuvánst, viszont a vírus szaporításával és inaktiválásával ennél már nem kell szöszölni. De nem muszáj befecskendezni magát a vírust, vagy akár csak egy darabját. Elég egyszerűen az arról szóló információt bejuttatni. Ezt az elvet követik a modernebb vakcinák. Például a vektorvakcinák, amik nem magát a tüskefehérjét, hanem csak az azt kódoló gént juttatják be a szervezetbe, méghozzá egy vektorba építve. A vektor itt egy másik fajta vírus, egy adenovírus, amit szaporodásra képtelenné tettek, így teljesen ártalmatlan. Ez szállítja be az utasításokat, amik alapján már maga a beoltott szervezet állítja elő a tüskefehérjét, hogy az megtanítsa az immunrendszert a koronavírus elleni védekezésre. Az ilyen vakcinákban többféle adenovírust szoktak használni. A brit AstraZeneca-éba például egy csimpánzokat fertőző típus került, ezért egyes összeesküvés elméletek szerint a vakcina a beoltottakat is csimpánzzá változtatja. Talán mondanunk sem kell, hogy ez teljesen alaptalan. A csimpánzvírus előnye, hogy az emberi szervezet kisebb eséllyel találkozott már vele, így védettséget sem volt még módja kialakítani ellene. A vektorvakcináknak ugyanis ez a hátrányuk. A vektorként használt vírus ellen is elkezdhet védekezni a szervezet, ami csökkentheti az oltás hatásosságát. Az orosz Sputnik V épp ezért két különféle adenovírust használ a védettséghez szükséges két adaghoz, hogy csökkentse a hozzászokás esélyét. Az AstraZeneca vakcinája és a Sputnik V mellett a Johnson & Johnsonhoz tartozó Janssen vektorvakcinája is hamarosan elérhetővé válhat. Ráadásul ez az egyetlen láthatáron lévő oltóanyag, amiből egy adag is elég lehet. A vektorvakcinák nagy előnye, hogy könnyebb tárolni és szállítani őket, mint a legkorszerűbb mRNA-s vakcinákat, amiknek extra hidegre van szükségük, hogy stabilak maradjanak. Az mRNA-s vakcinák is csak információt szállítanak, de ehhez már hordozóvírusra sincs szükségük.
ehelyett az mRNA-st lipid nanorészecskékbe, azaz lényegében egy olajos burokba csomagolják, hogy hatékonyabban tudjon utazni. Az mRNA-s vagy hírvívő RNA-s olyan molekula, ami mindenféle fehérjék előállításához szállítja a genetikai információt, például az emberi szervezetben is. A vakcinával bejuttatott mRNA-s arra utasítja a sejteket, hogy gyártsák le a tüskefehérjét, amin aztán a szervezetünk gyakorolhat. Az mRNA-s a sejtmagban nem képes bejutni, így a DNS-ünkbe épülő génekről szóló riogatás is ugyanolyan alaptalan, mint az, hogy egy vektorvírustól csimpánzzá válhatunk. Ráadásul az mRNA-s a dolga végeztével néhány nap alatt lebomlik és nyom nélkül felszívódik. Előnye még, hogy gyorsabb a gyártása, mint a többi típusé. Ezt a módszert használja a Pfizer, BioNTech és a Moderna vakcinája, de nyárra a német CureVac-é is elkészülhet. mRNA-s vakcina most először a koronavírus ellen kapott engedélyt, de fontos, hogy nem ismeretlen módszerről van szó. A magyar Karikó Katalinék már 3 évtizede vizsgálják, az első szabadalmat már 2005-ben bejegyezték, és több vírus ellen is indult ilyen vakcina fejlesztése. Jelenleg ez a legmodernebb technológia, a kutatók szerint ez a jövő, nem csak a vakcinák terén, de például a rák kezelésében is. A videó elkészültekor itthon a Pfizer-BioNTech, a Moderna, az AstraZeneca és a Sinopharm vakcinájával, illetve a Sputnik V-vel oltanak. Köszi, hogy megnézted ezt a videót! A leírásban láthatod, hogyan tudod támogatni a Telexet, hogy még több ilyen szuper anyagot készíthessünk.